A hazai amerikai foci döntőt idén története során először az Újbuda Rebels nyerte, a döntőben a Duckler Wolves csapatát legyőzve. A szövetség bővíteni a bajnokságban induló csapatok számát, a tervekről Bakrati Gardni főtitkárt kérdezem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Na szóval, hát ez mindenképpen ugye újdonság, már legalábbis ami az idei bajnoki győztes személyét illeti, ami ha, ha abszolút kívülállóként figyelem a dolgot, akkor azt látom, hogy hát hála Istennek, ugye kezd konkurenciája kiépülni ugye az eddigi mondjuk így primvívő csapatnak, csapatoknak, ami nyilván azt is jelenti, hogy azért általánosságban nézve nő a bajnokság színvonala. Azt kell mondani, hogy egész színvonalas volt most az őszi bajnokság, és a a néző számban is ugye 6000 néző volt kíváncsi, ez egy abszolút rekord a BVSZT Stadionban a döntőre. A, a célunk... Sok, sok hazai MV1-es mérkőzésre szeretnénk ez közelítőleg hasonlót kívánni. Azt gondolom igen, hogy nincs miért szégyenkeznünk uh -huh. és a visszajelzések alapján nagyon sok pozitív értékelést kaptunk, nagyon tetszett a nézőknek, ami természetesen a két részvevő csapat érdemel elsősorban nagyon jó színvonalú játékot tudtak bemutatni. Uh -huh. Na hát ugye úgy tűnik, hogy nem csak a színvonal emelkedésével uh, lehet most már elégedett ugye összességében a szövetség, hanem a, uh, a csapatok létszámának bővülésével is. Most ha jól hallottam, akkor talán előfordult az az eset is, hogy a következő szezonra akár megduplázódik a résztvevő csapatok létszáma? Jó, ez egy jelentős átalakítás, hogy uh -huh. a, a tavaszi szezonra kerül át a legfelsőbb osztályunk, ugye a HFL, Hungarian Football League. Okay és részben ennek köszönhetően, illetve több más ok miatt az idei négy helyett akár nyolc csapattal is nekivághat a, a, a HFL-nek a, a, a szövetség. Nyilván ez is a cél, hogy minél színesebb, változatosabb legyen a bajnokság, azzal együtt, hogy a színvonal is Magas kell, hogy legyen, hogyha az érdeklődés. De azért szeretné. egy ilyen megduplázódott létszám mögött az, az, hogy történt meg, hogy gyakorlatilag egyik szezonról a másikra hirtelen lesz négy csapat, amelyikbe tud kapcsolódni a bajnoki menetelésbe? Vagy, vagy azért ők már ott mozogtak a felszín alatt, és most ért meg ez a pillanat, hogy kvázi csapattá formálódva részt tudnak venni a bajnokságban? Vannak, akik feljöttek, gyakorlatilag szép, lassan föl tudták uh -huh. magukat építeni, de olyan csapat is van, aki visszatér, tehát egy évig. Uh -huh. Mm, voltak is a kisebb, nagyobb problémái, de utána úgy látszik, hogy konszolidálódik náluk a helyzet. Külföldi belépőt is tervezünk a Bratislava személyében, aki egy nagyon erős csapat, uh -huh. és nagyon jó játékot játszanak. Tehát több, több, több összetevőből áll ez, hogy tényleg ez rendkívüli dolog, hogy megduplázott a létszám, sokáig küzdött azzal a liga, nagyon kevés csapat tudott részt venni a legjobbak között. A külföldi résztvevő jelenléte részben azért van így, mert mondjuk nekik nincs meg az a, az a bajnoki keret, vagy éppen az ellenfelek megfelelő száma, hogy a saját bajnokságokban játszanak, vagy pedig ez, ez kifejezetten a mezőny erősítését, színesítését szolgálja. Ők azért is jönnének, mert a szlovák bajnokság nem nagyon működik, ott is komoly gondok vannak, annyira kilógnak a mezőnyből, hogy nem nagyon van értelme ott elindulniuk. Uh -huh. És ők is látják azt, hogy, hogy nálunk azért van egy viszonylag kiegyenlített mezőny, tudnak jó meccseket játszani, viszonylag hosszú szezont játszani, ugye a tervek szerint hét alapszakasz meccsből és elődöntők után döntőből áll a szezon, az, az, soknak számít azért Igen. nálunk a mi adottságainkhoz képest, és, és hát ők is egy, szeretnének egy olyan helyet találni maguknak, amire építhetnek, és fölépíthetik a saját klubjukat. Ráadásul ugye elég stílusosan <coughs> ezzel a nyolc csapattal vélhetően március környékén rajtoló bajnokság egy nagyon nevezetes dátumra futnak ki, ugye bár? A terv az, hogy július 4-én legyen a bajnoki döntő, most a naptár és a, a számogatások alapján úgy néz ki, hogy ez, ez tartható lesz. Nyilván ez függ a létesítmény kérdéstől is, ami az örök probléma. Gyakorlatilag nincsen saját stadionunk, saját pályánk, tehát úgy kell felkutatni a lehetőségeket. De mindenképpen az a cél, hogy július 4-én legyen a döntő, ami több szempontból lehet szerencsés. Jó mm, az amerikai fe. történelem, igen, <coughs> de igen. Egy nagyon jelentős dátumáról beszélünk, ha Így már van. amerikai fociról van szó. Megpróbáljuk fölépíteni majd uh -huh. kicsit ekköré és de persze a magyar vonatkozásuk a legfontosabb. <coughs> Ugye amit, amit említettél, hogy, hogy az, hogy gyakorlatilag nincs saját infrastruktúra, tehát nincs saját uh, stadion, Összességében ahhoz, hogy, hogy egyáltalán itt tart a bajnokság színvonala, ez nagyon becsülendő, hogy kölcsön szituációkban játszva, és kölcsön pályákon, és, és mondhatni saját ö, ö, lehetőség nélkül, azért idáig nőtt mondjuk így a magyar bajnoki ö, színvonal. Valahol a horizonton kirajzolódik a lehetőség annak, hogy előbb-utóbb legalább egy olyan stadion épül, ami, ami kifejezetten ennek a játéknak a saját játéktere azt gondolom, hogy ettől még elég messze vagyunk azért, de, de van bőven stadion az országban, uh -huh. ami végül annyi kell, hogy beengedjenek és lesz, oda. És, lesz és egyre tűnik, több igen, lesz, igen. Igen, igen, igen. Tehát ez a, nem is feltétlenül az a cél, hogy saját legyen, uh -huh. hanem az, hogy, hogy hát beengedjenek valahová, mert ugye ez is ez a fő problémánk talán, hogy nem tudunk megfelelő körülmények között meccseket rendezni. A döntő rendezésében az segítség volt, nem, hogy a BVSC vállalta, még szinte senki más nem, hogy beengedjen, azon nem bánták meg azért hogyha körülnéztek a leláton, de a legfontosabb célunk jövőre az, hogy az alapszakaszt is be tudjuk vinni stadionokba, ha nem is az összes mérkőzést, de kiemelt mérkőzéseket jó körülmények között tudjuk megrendezni, ahová nyilván sokkal nagyobb nézőszámot is várhatunk. Viszont hogyha ha már valóban valami. erről a 6-7 ezer emberről beszélünk, akkor ugye egyrészt egy döntő szempontjából azért tényleg ez egy nagyon-nagyon szép és becsülendő szám. Mi a tapasztalat, hogyha, hogyha az amerikai foci mondjuk így magyar történetét, történelmét vizsgáljuk, akkor, akkor lehet azt mondani, hogy ez a 6-7 fő, ez egy olyan kemény mag, akik azért mióta ennek a sportágnak elindult a magyarországi története, ők vannak, léteznek, rájuk lehet építeni, rájuk lehet számítani, tehát ők az a fajta mondjuk úgy kellően, kellően el kötelezett szurkolói kör, akik ott állnak a műfaj mellett? Ez érdekes kérdés, mert azt gondolom, hogy nyilván a csapatoknak van egy alapszurkoló távora, De ez csak néhány száz fő. Hm. Tehát inkább NFL szurkolók, amerikai futball rajongók jönnek ki egy ha. mérkőzésre. Nagyon sokan, idén meg pláne, ugye, hogy ilyen sokan kijöttek, akik igazából nem is Tudják annyira feltétlenül, hogy a magyar viszonyok hogy néznek ki, értesültek róla. Csak kijöttek, amerikai foci megnézték, meccset akarnak látni? Amerikai hát? foci meccset akarnak látni, nyilván uh -huh. nincs jobb, mint maga a döntő. Kijönnek, és hát kíváncsiak arra, hogy vajon hol tart a magyar-amerikai fociához képest, amit ők a tévében látnak. Hát nyilván messze vagyunk Persze. attól a színvonattól, de nagyon érdekes, mert élőben sokkal látványosabb, és sokkal jobban néz ki. Nyilván a tévében egymás mellé raknán, raknánk a kettőt, akkor nagyon látványos a különbség de élőben közelről látni azokat az ütközéseket, az elkapásokat, hogy tényleg magunkhoz képest akkor nagyon jó színvonalú, jó fizikai állapotban lévő felkészült játékosok játszák ezt a játékot, és hogyha ezt összevetjük bizonyos más sportágakkal, és mellé lehet, hogy amatőr sportág, akkor az a lelkesedés és gyakorlatilag az egyetlen motiváció a játékosoknak az, hogy nyerni akarnak, uh -huh. és ezért áldoznak pénzt, időt erre, valami külön varást ad ennek az egésznek. És hát amit ugye említettél, ez, ezt nyugodtan mondhatom, hogy, hogy a boxnál is az ember ezt tapasztalja, hogy aki már élőben egyszer látott a ring mellől egy boxmérkőzést, azt tudja, hogy ehhez képest a televízió semmi, mert ott nincs puffalás, ott nincs nyögés, ott nincs semmi, nyilván az amerikai focinál is, ugye ezek a testtesteleni momentumok azok, amik megadják a, a dolog savaborsát. Na hát akkor készüljünk egy 2015-ös nagyszerű szezonra, ezek szerint több csapattal, remélhetőleg még magasabb színvonallal, és komoly küzdelemmel a bajnoki címért, mert gondolom, hogy ez az, ami igazán motiválhatja a résztvevőket. Köszönöm szépen! Köszönöm a lehetőség!